A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A telefonban a másik végén Heresimnél köszöntöm. Békés Csabán? Igen, Békés Csabán ének, igen. Hát most sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Szerbusztok! A segítségedre visszaugrunk az időben nem is keveset, hanem 40 évet. Hiszen akkor alakult meg Békés megye fürdővárosában, Gyulán alakult meg a Heresi fivérek csapata, a névtelen nulla. Így igaz. Úgyhogy lefül az idő. Igen. Így van. 1987-ben jelent meg az a lemez, LP, amelyiken olyan dalok találhatók, mint a Diadal, illetve a Jeremy, de a többi dal is nagyon jó lemez, hiszen jó hangszerelt, és a mondani való is igazán kiemelkedő. Mi az, amit még tudni kell a hallgatóknak, és mi az, amit én most így nem tudok, és nem mondtam el? Tehát mit szeretnél elmondani a Névtelen Nulláról? Hát tulajdonképpen ez egy gimnáziumi zenekarként indult, kis amatőr csapatként, és nem, mi voltunk azok, akik azt találtuk ki, hogy minden zenekarnak van neve, nekünk ne legyen. És ha kérdezik, hogy milyen neve a zenekarnak, akkor megmondjuk, hogy nincs nevünk. És így is történt az első koncert után, hát a Gyulai Erkel Ferenc gimnáziumban, volt az első koncert, és hát a diák újságírók ott voltak, meg hát hatalmas siker volt, hát lányok sikítottak, mint a filmekben látjuk, ugye, meg óriási hangulat, és hát akusztikus hangszerekkel azért szenvedtünk, ugye, mert akkor nem voltak ilyen elektroakusztikus gitárok, hanem mikrofonnal kellett mindent megoldani, és hát az akkori mikrofon park, ugye Magyarországon se volt egy valami nagyon erős, de megoldottuk. Úgyhogy a dolog lényege, hogy készült egy cikk a zenekarról, és az volt az egyik kérdés, hogy mi az nem a zenekarnak. És hát öcsém volt ennek a zenekarnak a vezetője, Hevesi Tamás, és mondta, hogy hát névtelenek vagyunk, és nulla a tudásunk. És így jelent meg a cikk, hogy a névtelen nullák. És aztán így ránk ragadt, hogy névtelen nulla. Hát megnyertük ugye 79 után 81-be az országos diáknapokat, aztán 82-be a Fiatal Dalosok Fesztivált Székesfehérváron, aztán 84-ben a Budapesti Ifjúsági Park utolsó rendezvénye közt volt ez egy ilyen vetékedő. Érdekesség, hogy a Citrom zenekarral lettünk párhuzamba állítva, gyakorlatilag mind a ketten aranydiplomát kaptunk, tehát nem tudta a zsűri eldönteni, és hát a Citrom zenekar egyik részéből alakult aztán a Republik zenekar, a Boros Csabiék, ugye voltak nekünk akkor az ellenfeleink, de nagyon jobban voltunk, meg mai napig is, hála Istennek. Hát mi is azért küzdöttünk emellett, minden ugye 87-et írtunk, mire megjelent a nagy lemezünk. Igazából addigra már a zenekar is egy kicsit kifáradt, meg már hittük is, meg nem is azt, ami napon vagy hetente kaptuk, hogy most már csak ennyi kell, és már lesz lemezünk, nagy lemezünk, kis lemezünk, stb. Hát a Lord zenekar ugye Szombathelyen ugyanezt megélte, az ország másik részében végül nekik Ausztriába jelent meg az albumunk hamarabb, mint Magyarországon. Tehát akkor nem volt azért olyan rugalmas még egy lemezkiadó, mint most. Hát kedves Imre, köszönjük a tájékoztatást, és gondolom a hallgatók is, na meg én is, olyan információhoz jutottunk, amit eddig szerintem nem is hallottunk, nem is tudtunk. A 87-es LP-ről úgy gondoltam, erről a Bakét nemezről, hogy lejátszom a Diadal című számot, ez a ugye bevezető slágere mondhatni a lemeznek. Annál is inkább, hiszen ez a Diadal lesz, ez sok szempontból most aktuális, főleg, hogy 40 éve alakult ugye a Névtelen Nulla, akkor 25 éves a jársági jászbeni rágyózás. Arra nem is szóval, hogy mindenkit. Arra nem is szóval, hogy én 95. július 8-án kezdtem otatni rágyózni. Úgyhogy ennek is van egy 25 éves évfordulója. A diszkózásomról már nem is beszélve, hiszen az 1976-ban kezdtem. De, azt mondják, hogy jövőre ünnepeljük. Oké, de nem folytatom, egy a lényeg, hogy van mit ünnepelni, ugye neked is ez a két zenekar, meg ezek a különböző évfordulók. Beszélgetés után úgy gondoltam, hogy akkor lejátszom ezt a nagyszerű dalt. Jó, köszönöm szépen, és nagyon furcsa érzés, ugye most is láttam a győri kézilabda sokat, lányokat, hogy győztek és énekelték ezt a dalt. Jó érzés, hogy mindent megteszek, hogy én legyek az első, hisz a fődíj, egy csíkos napernyő, majd a fejem fölött azt forgatom, miközben ezt a dalt dúdolgatom. Hát ezt tulajdonképpen egy ilyen nyári slágernek gondoltuk, de mai napig is rengetegen ismerik és éneklik.
Úgyhogy ezt annak idején egy garázsba írtuk négyen. Olyan hideg volt, hogy nem volt fűtés, meg még nem volt bevakolva a garázs, és kabátba gyakoroltunk. És akkor született ez Pilis Szent Ivánba, egy vakolatlan garázsba ez a dal, és a rádió felvételt aztán követte a lemez, és a slágerlisták élére kerültünk ezzel a dallal, későbbiekben pedig a Jeremyvel. Hát én köszönöm szépen a beszélgetést, és amikor ez a hangfelvétel adásban kerül, ez július 18-a, és remélhetőleg akkor is megy a nyár, és tovább tart a nyár, és nem lesz hossz idő, úgyhogy igazán aktuális lesz ez a felvétel. Köszönöm szépen mindenkinek, jó egészséget, jó rádiózást kívánok. Üdvözlök mindenkit, Helves Imre voltam. Sziasztok, viszlát, hello! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.